Matti Meó, Red Wall-i történet. Hallottátok? Micsodát? Mintha az ég dörgött volna. Biztosan csak képzelődtél, öreg fiú. Talán. Mintha az egész egy legyőlt volna. Ez káprázatos siker, meghaltak. Megöltem őket, meghaltak. Igazad van, főnök, megölted őket egytől egyig. Csöndet! Gyertek! Kezdjetek ásni! Apa, hallasz engem? Apa, Auma vagyok. Ezek honnan jöttek? Ki jött honnan, főnök? Azt hittem, láncra verve tartjátok őket. Nos, biztosan megszöktek, igaz? Hogy történhetett ilyesmi, tökfej? Szedjétek össze a többit, és hozzátok ide mindent! Nem félsz, hogy kiássák a többieket a barlangból, amíg oda leszünk? Azokat a köveket nem lehet elmozdítani. Ez már nem is barlang, hanem sírverem. 18. rész. A harcosok élete. Ez hihetetlen. Annyi év hasztalan keresés után a kis Gömbi megtalálta az alapító Germain apátnő sírját. Igen, valóságos csoda, atyám. Ilyet az öreg apám se pipált. Igen, valóban nagyon érdekes, de mit tudunk vele kezdeni? Mit mondhat ez az írás? Írás? Én itt csak néhány gírbe-gurba vonalat látok. Ez agyagi írás. Vajon mi ez az agyagi írás? Sosem hallottam róla. A régi időkben Germain apátnő egy másik vidéken élt. Úgy hívták, agyakpuszta. Onnan üldözték el, mielőtt megalapította Red Wall-t. Így igaz, búzavirág. És mivel Red Wall első lakosai agyakpusztáról jöttek, az összes régi feljegyzést... Agyagi nyelven írták. Most már emlékszem rá. El tudja olvasni, apát úr? Sajnos nem. De úgy emlékszem, hogy Matuzsálem testvér valakinek megtanította az olvasását. De, ajjaj, ki is volt az? Ki is volt? Az nem emlékszem. Ki is lehetett az? Cincogi, a templom egere. Cincogi, nem szabadna felkelned. Nem tudtam aludni. Azon gondolkoztam, vajon Matthias és a többiek megtalálták-e az eltűnteket. Olyan tehetetlen vagyok. Egyáltalán nem, Cincogi. Van itt valami, ami segíthet visszahozni az elveszetteket. Agyagi írás. Szóval erről beszéltetek. El tudod olvasni, Cincogi? Ó, nem nagyon. Már régen tanultam. Akár tücsökbetűkkel is írhatták volna. Eszedbe fog jutni. Kőbe vésve vár a szórád. Hát, ha megfejted a titkát. Ég és föld közt valahol, ahol sok kis madár dalol. Repülni nem tud, de mégis van csőre, az örökzöld betűk megkeverve. Sok szerencsét mára, ahogy az utadra. Nagyon érdekes, de mit jelenthet? Azt jelenti, hogy nem fogunk megoldani egy ilyen hosszú és bonyolult rejtvényt az éjszaka közepén. Egyet értek veled. Holnap reggel tisztább lesz a fejünk. Ne aludjunk egyet! Jó éjszakát! Martin,
Megtaláltuk az üzenetet, de időbe telik, amíg megfejtjük. Bárcsak tudathatnánk vele, hogy úton van a segítség. Kérlek, segíts neki, Martin. Erősnek kell lennie. Erősnek. Erősnek. Mindenki jól van. Igen, azt hiszem. Jól vagyunk? Hogy lennénk jól, mikor ránk esett ennyi szikla, még mit nem? Nincs semmi baja. Igazad van, de miféle varázslat, hogy teljes sötétségben mégis látunk? Sok barlang falán fénylő növények élnek. Akkor használjuk ki és szabadítsuk ki bazsalikomot. Hálásan köszönöm. Orlando, kérlek, dőj neki ennek a kőnek, és nyomd el felőle. A többiek fogjátok meg a mancsát, és húzzátok, míg eldobálom a kisebb köveket. Furcsa, hogy ezek a régóta itt álló sziklák pont most zuhantak le a magasból. Óvatosabban! Egyetértek vele, cimbora. Úgy látszik, ide csaltak, hogy csapdába ecsenek. Úgy van, öreg barátom. Jó, és fogadok egy tál zöldséglevesben, hogy az a gazfiszkó művelt ezt, az a maszkos haramia. Szerinted, Matthias? Szerintem nem mozog ki bazsalikon. Mindjárt kint leszel. Készen álltok? Figyelem, nyúl uram! Kiemelünk! Siessetek! Már nem bírom sokáig! Ez meleg helyzet volt. Köszönöm mindenkinek! Ha elkapom egyszer azt a rókát, én úgy éljek, ne izgasd fel magad, bazsalikom! Elhasználod a levegőt, mielőtt ki tudnánk kecmeregni. Igazad van. Ha a haramiák ezt a sírunknak szánták, akkor nem végeztek fél munkát. A sírunknak? Meg fogunk halni? De hogy fogunk, kicsi vidra? Sose mondj ilyet. Szavamra még ma este a folyóban úszkálhatsz újra. Igazam van, Matthias? Csak ha elkezdünk ásni, bazsalikom. Ez lehetetlen. Ha kiásunk egy kicsit, a föld rácsúszik, és kitölti a lyukat. Nem számít. Oda bent vannak a családtagjaink, meg kell próbálnunk. Ásottok, amennyit akartok, bolondok, de soha többé nem látjátok a barátaitokat. A helyre, amit egykor otthonomnak hívtam, ez a sor a rejtély kulcsa. Igen. Ha ezt az apátnő írta, akkor az egykori otthon bizonyára agyakpuszta. És ha Redwall múltbéli fejtörői útmutatást adnak, akkor agyakpuszta az a hely, ahová a róka elhurcolta a fiatalokat. Egyetértek, de ez csak akkor segít rajtunk, ha rájövünk, merre lehet agyakpuszta. A rímben lesz a válasz. De mi az értelme azoknak a soroknak, hogy ég és föld közt valahol, ahol sok kis madár dalol. Mi van még ég és föld között? Nem tudom. Nézzük meg! Én csak a fák lombját látom. Persze! Hol máshol hagyna az alapító jelet, mint az épület tetején, amit ő maga tervezett. Igen, de hol? Türelem, John. A válasz benne lesz a fejtörőben. Kőbevésett szavak? Repülni nem tud, de mégis van csőre. Ezzel megfogtál. És mi lesz az örökzöld felcserélt betűivel? Zöld! Zöld! Így nem jutunk semmire. Nem tudom, mi olyan vicces búzavirág. Nem rajtad nevetek, cincogi, hanem a kicsi gömbikén. Amíg mi a fejünket törtük, ő megint rájött a megoldásra. Zöld! 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 Az örökzöld felcserélt betűk. Néhány betűt zöld tintával írtak. Annyi a dolgunk, hogy jó sorrendbe tegyük a zöld betűket. Akkor találjuk ki gyorsan. Az a szörnyű érzésem van, hogy fogytán az időnk. Az a helyzet, Matthias, hogy nem látom, hogy haladnánk. És közben egyre gyengébbek leszünk.
Azért, mert fogytán a levegő. De szerintem nem mondjuk meg a többieknek. A fiatal keket pánikba esne, Bazsalikon pedig össze-vissza ugrálna, próbálna terveket szőni. Aligha, barátom, az összes erőmet elvette a kövek emelgetése. Bazsalikon, te hallottál minket. Ne mondj többet, fiam. Értem a helyzetedet. Háttal a falnak, és a többi, és a többi. Szóval mit csinálsz? Gondolkozom. Ne lélegezzünk mélyen. És reménykedjünk a csodában.